Na, akkor most lejtőn megyünk lefelé. Ugye fogja. Az Intarderrel. És tud olyat, hogyha én a tempomatot visszaveszem. 82-re, mondjuk 80-ra. Akkor ő automatikusan ugye 5-öt tesz rá, tehát 85-ig fogja visszafékezni az autót. Ami annyit tesz, hogyha 85-re beállítom én a tempomatot, ugye most gyorsabbra állítottam, 4. 84-re állítom, akkor 89-nél megfogja az autót. Most nem engedi jobban tovább. Így most, hogyha még egyet rápöccintek, akkor 85-re, akkor ez a 89-90-en tartja az autót. Gyakorlatilag, hogyha 85-tel megyünk, akkor úgy mondom, tökön babon keresztül 85, akkor nem fogunk tudni túl gyorsan menni, tehát nem fogunk tudni biztosan beleszaladni gyors hajtásba, mert akkor ő megfogja 90-nél az autót. Még ha 89-re állítom, akkor ugye csak 94-nél fog bekapcsolni az Intarder, ami még mindig jó. És rányomom a tempomatot, 85. Az még mindig jó a 94, mert mégse 105, arra meg már harapnak rendőrök is, tehát ne menjünk bele azért a gyorshajtásba. És egy bizonyos ideig nem is húzza be a tahográf se a gyorshajtást. Azt hiszem, hogy egy fél percig kell, hogy úgy menjen az ember, akkor behúzza. Ezért kell rá odafigyelni, és ezért jó ez az autó, mert ez tudja ezt, hogy 5 km-t enged rá, tehát hogyha 85-re teszem, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogok tudni többen menni 90-nél. Hát körülbelül ennyi. Jó, emberközpontú ez az autó egyébként. Nagyon sok olyan funkciója van, ami tényleg segíti azt, hogy az embernek könnyebb legyen a munkája.